Boldogan vették át a diákok az új notebookokat, amihez egeret és egy tokot is kaptak. Az eszközöket több módon is tudják használni, érintő képernyős táblagépként is funkcionál. Azok a szülők, akik a Kréta rendszeren keresztül korábban megigényelték a gyerekeknek, mindenki megkaphatta. Itt az Arany János Gimnázium általános iskola és kollégiumban is. A kormány összesen 200 milliárd forintot fordított a notebookok beszerzésére. A program még a koronavírus járvány idején, 2022-ben kezdődött. A kormány is felismerte, hogy szükség van arra, hogy biztosítsunk a gyerekeknek ilyen eszközöket, és nem csak eszközöket, hanem egy nagyon-nagyon komoly digitális tartalomfejlesztés is megvalósult. Mindez azért, hogy egyenlő hozzáférést tudjunk biztosítani a tanulóknak a digitális kompetenciák fejlesztéséhez, illetve magához, ehhez a digitális tanulási világhoz. Az a lefejlesztett több mint 200 ezer digitális tartalom, az foglal magában okos térképeket, animációkat, videókat, kísérletekről, tehát nagyon-nagyon sok színű, amit mind a gyerekek, mind pedig a pedagógusok egyaránt tudnak használni. Ez már a notebookok kiosztásának harmadik fázisa. Országszerte mintegy 579 ezer eszközt adnak át az 5., 6. és 9. osztályos diákok között, tette hozzá Balatoni Katalin Nyíregyházán. A laptopok és az internet hozzáférés egy hatalmas világot nyit ki a fiatalok előtt, azonban a szülők és pedagógusok felelőssége, hogy hogyan fogják azt használni a diákok. Összesen 495 állami, egyházi, nemzetiségi, önkormányzati és magánfenntartó, több mint 3000 iskolája vesz részt a kormányzati programban. Nyíregyházán több mint 5000 új eszközt adnak át az intézményekben. Balatoni Katalin arra is emlékeztetett, a kormány nem adja fel soha a reményt, hogy egyszer majd az Unió beszáll ennek a finanszírozásába. Addig ez a program egyelőre teljes mértékben Magyarország kormányának a beruházása.